Ezt a fegyvert sem ebben a kaliberben ismerjük, és nem is ezzel a csőhosszal, hiszen ugye ez egy Kalasnyikov bázisú, 9 mm Luger kaliberű, pisztoly kaliberű, nehéz megfogalmazni, hogy micsoda, mert így váltámasszal már karabély, de gyárilag ugye ez a váltámasz nincsen rajta, a belső markolat sincsen rajta, és az Egyesült Államokban ez jogilag egy pisztolynak minősül.15 méter első próbálkozás, 10 lövése. Fegyverünket Kiappa Pak 9-nek nevezik. A valódi gyártója egyébként a román Kujir, és valószínűleg ezt a előágy műanyagból, ez amit meg a tárfészek, ez amit szállítanak az olaszok, más nem nagyon. A teszt során magyar MFS vagy GECU 7,5 g-os teljes köpenyes 9 mm Luger lőszert használunk. Meglepetésemre a fegyverhez kapott Beretta 92 tár, az csak 10 lőszeres, le van blokkolva. Ez a fegyver a Beretta 92 tárjával van felszerelve. Ugye ez egy sajnos 10 darabra lekorlátozott tár, csak ilyet adnak a fegyverhez. Viszont ennek egy nagyon nagy előnye, hogy a tárfészeknek a cseréjével a Glocknak a 9 mm Luger kaliberű olcsó tárjaival is lehet használni. Fegyverünk egyébként egy acéltokos AKM szerkezetre épül. Kakasos elsütő szerkezettel, reteszeletlen szabad tömegzárral, jellegzetes kalasnyikovas sütéssel, és egy rövid, körülbelül 5,5-szoros fegyvercsővel.15 méterről, red dot-tal, tehát ha ide céloztam, erre tudtam rátenni red dot-ot. Egyet láttam érántottam, de ott van 9 darab lövés. Gyakorlatilag a 9 lövésből 6 egybe van szakadva. Tehát 15 méteren valószínűleg a fegyvernek nem nagyon van mechanikus szórása. Kezelőszerveket tekintve lehet egy kis kavarodás. A biztosító ugyan a megszokott, tehát ugye fönn S állásban biztosított, fenn F állásban lehet tüzelni vele. Ezen a biztosítót most már, hogy visszaraktuk a helyére, nem lehet túltolni. És a tárkioldó, az pedig, mint egy pisztoly tárnál, itt található nyomógomb. Ha az ember rányúl a Kalasnyikov tárkioldóra, akkor viszont a teljes előagyat tudja leszedni, ami egy gyors, reflexzerű tárcserénél kicsit kellemetlen lehet. Egyébként ebből lehet kivenni magát a cserélhető tárfészket. A részleges szétszerelésünk az Kalasnyikov rendszerű.
ellenőrzöm a töltetlenséget, és mint egy Alkász 74 unál, föl lehet hajtani a fogfedelet, ha megnyomom ugye a helyre túlrúgó vezető végét. Tehát a fegyveren eredetileg ugye a Red Dot az nem tartozik, ez egy Hóke nevű relatíva olcsó Red Dot. Itt van egy fix, nem fix, tehát egy, igen, tehát a szereléksinen van egy hátsó irányzék, teljesen hagyományos, és van egy teljesen hagyományos Kalasnyikov célgömbünk védett. Hát ugye előre kell húznom a helyre túlrúgó vezetőt, ilyen kis rövid és aranyos. Ki kell vennem egy ilyen műanyag blokkot, ebbe térünk el egy Kalasnyikovtól, van egy ilyen műanyag puffer, illetve a zármozgás határoló. Majd hátra tudom húzni a zárat, kiveszem, és a zár láthatóan semmiféle reteszelő elemet nem tartalmaz. Hüvelyvonó, ütőszeg, és a gázogatyú helyett egy ilyen nyúlvány van, ugye, ami oda van szegecselve, ennek ugye annyi a szerepe, hogy tömeget ad. És itt egyébként nincsen valódi gázhenger, a fegyverben, ha bedugom, akkor itt kézzel tudom nyomni az árat hátra. Aki erős, így is csőre töltheti. Egyébként a benne egy teljesen normális kakasos estő szerkezetet találunk. Összerakáskor, tehát előbb betesszük az árat, és utána tesszük be ezt a műanyag határoló elem, illetve puffer. Úgy, rugó. És becsukjuk, mint egy deszkabuli ajtaját, hiszen ez egy Kalasnyikov. Egyébként egy Kalasnyikov ergonómiájával is bír. Emiatt ugye például egy tárcsere az relatíve lassú, hiszen nincs zárakasztás. Elcsesztenünk, ki kell vennünk a tárat, letelítenünk egy másik tárat, át kell nyúlni itt, újra kell tölteni, és utána tudunk tovább lőni. És azt egy kézzel fogva a fegyvert adtam le, és még szerintem 15 méterről így is abszolút jó.